Az aerobiktól az atlétikán, a tornán, a triatlonon, az úszáson és a labdarúgáson át a vízilabdáig a PSN ZRT sportiskola valamennyi szakosztálya bemutatkozott hétvégén a Lauber Dezső sportcsarnokban. A sportág választás előtt álló gyerekeknek rendezett eseményen dedikált képeket is osztottak a tokiói olimpiáról és paralimpiáról sikeresen hazatért versenyzők, akik azt is elárulták, hogy kacsingattak-e valaha más sportágak felé. Bicsák Bence, pécsi triatlonos, minden idők legjobb magyar olimpiai szereplésével hetedik lett a férfi egyéni versenyben a tokiói olimpián. Kiskoromban nem voltak ilyen álmaim, hogy én profi sportoló legyek majd egyszer. Én mindent nagyon szerettem, mozogni, tényleg focizni, kosarazni, úszni, biciklizni, a világon mindent, pingpongozni, de valahogy a triatlon volt az, ami úgy, hogy mondjam, ott lehetett eleget mozogni, szóval ott sose volt olyan, hogy túl sokat mozogsz, fiam, és akkor lehetett nyomni, és nekem ez az, ami miatt megmaradt szerintem. Konkoly Zsófia fantasztikus eredményeket ért el Tokióban a paralimpián, ő volt a legeredményesebb magyar versenyző. Nekem még mellette volt egy tenisz, de egyértelműen az úszás lett, úgyhogy örülök neki, hogy ez így is lett. Az Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes paraúszó Iván Bence két versenyszámban indult Tokióban. Ő egy egészen más sportággal kezdte. Először én kosárlabdázóként kezdtem, 6 évet kosaraztam az általános iskolába. Aztán egy ilyen kosárlabda mérkőzés jöttek oda hozzám, hogy lenne kedvem úszni. Hát mondtam, hogy talán. Aztán végül is itt ragadtam az úszodába, szóval így kezdődött az én úszó karrierem. A vízesportágakat október 9-én szombaton a hullámfürdőben próbálhatják majd ki a gyerekek, de a városi műjégpályán is lesz sportágválasztó valamikor a tél folyamán.